Több balesetet is okozott a vasárnap kezdődő téli időjárás, ami havazással, havasesővel és fagyokkal érkezett Magyarországra. Tolna megyében is 4-5 cm hó hullott a hét első napján, amit havaseső váltott fel az esti órákban. Gőzerővel folyt a síkosságmentesítő és hóeltakarítási munka a magyar közúthoz tartozó főutakon, autópályákon. Tolna megyében 165 munkavállaló látja el ezt a feladatot. Ha szükséges, további 80-90 főt vonnak be a munkába. Egyelőre azonban az időjárás ezt nem indokolta, mondta Bece Szabolcs, a Magyar Közút Tolna megyei igazgatóságának vezetője. A megyében a közúti közlekedésben fennakadás nem volt, így rendkívül intézkedések bevezetésére nem került sor. 24 darab kettős rendeltetésű géppel végeztük a tisztántartási feladatokat. A havazás előtt a megelőző alászórásokat megcsináltunk, és a időjárásnak megfelelően folyamatos sózást alkalmaztunk. 234 tonna útszórósót, 14.500 liter kálciumklorid oldatot juttattak ki a Tolna megyei utakra. Így azok jelenleg feketék és sónedvesek, biztonságosan lehet rajtuk közlekedni, tette hozzá Bece Szabolcs. A vezető azt mondja, a közút dolgozói november 10-e óta végzik a munkálatokat. 27 darab nehézgépjárművel, 8 darab homlokrakodóval és 6 darab hómaróval rendelkezünk. Amennyiben az időjárás igényli, úgy további 90 darab lehívható gépre kötöttük meg a különböző szerződéseket, hogy a téli tisztántartási, illetve elhárítási feladatokat el tudjuk végezni. A következő napokra is erős fagyokat, kisebb havazás jelez előre a meteorológia térségünkben. Az időjósok szerint havas és ónos szitálás is válthatja a hószálingózást.